A Teveli Önkéntes Tűzoltó Egyesület ünnepélyes keretek között adta át azt a tűzoltóházat, amelyet az önkormányzattól kaptak meg használatra, és a Magyar Falu programban elnyert összegből tudtak felújítani. Sikerült egy 6 milliós pályázatot nyerni, és egy helyi generál kivitelezővel, mert arra is törekszünk, hogy a helyi embereknek adjunk munkát elsősorban. Sikerült ezt így megvalósítani. Ezek voltak a fő terveink, amit most itt látnak. Egy kis raktár, ahol tűzoltó felszerelésünk nagy része van, bevetési ruhák, sisakok, különböző eszközök. Egy közösségi tér, ami egyben oktatóterem is, tehát az utánpótlásnak a nevelését azt majd itt szeretnénk ebbe a nagyobbik terembe megvalósítani. Ugyanakkor egy olyan közösségi tér is, ahol különböző rendezvényeket saját magunk megtarthatunk, csapatépítő jelleggel, tehát mert az nagyon fontos, hogy valami csak úgy működik én szerintem, amikor egy jó közösség van. Tehát csak a munkáról nem szólhat valami, a szórakozásnak is benne kell lenni. Egy nagyon jó kis vizes blokkot is sikerült még kialakítanunk. Tehát tulajdonképpen minden adott most már ahhoz, hogy normális körülmények között létezzen maga az egyesület. Eddig vándoroltunk innen, oda, onnan, ide, mindig kuncsorogtunk valakitől egy helyet. Most mi is tudunk adni bárkinek egy szép helyet, ha egy rendezvényt tud csinálni, és ezt nagyon-nagyon köszönjük a lehetőségnek magának, hogy egyáltalán pályázhattunk ilyen kis egyesületként. Az alsó szinten egy garázs került kialakításra, amit karbantartó helyiségként is használunk. Szeretnénk majd egy utánfutót vásárolni, azt ott fogjuk majd tárolni. Különböző eszközeinket ott tartjuk karban. Motoros fűrészeket, ágvágónk van, kisebb gépeink vannak már. Az egyesület az utánpótlás nevelésére nagy hangsúlyt fektet, amihez egy kitűnő helyszín lesz a felújított épület. Bővülünk folyamatosan, hála Istennek. Vonzó maga a közösség is, és az utánpótlásról azt kell tudni, hogy nagyon jó helyzetben vagyunk, mert tagjaink között van 3 pedagógus is. És az ő feladatuk éppen most föltérképezni azt a gyerekállományt, akiből megfelelő utánpótlás lehet nekünk rátermettségben. De azt meg kell mondanom, hogy az itt az egyesületben résztvevő tagok gyerekei automatikusan kerülnek be a tűzoltóságba. Ők minden rendezvényen itt vannak, jönnek a szülőkkel, tehát az nem is kérdés, hogy ők valamikor az utánpótlásunk gerincét fogják képezni. Az ünnepélyes szalagátvágást megelőzően a helyi plébános áldotta meg a Teveli tűzoltóházat. A Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója ünnepi beszédében hangsúlyozta, példaértékű, hogy 2019-ben újjáé lett a Teveli Önkéntes Tűzoltó Egyesület, és ez mekkora fejlődésen ment át az elmúlt időben. Olyan hatalmas fejlődésen ment, és olyan ütemű fejlődésen ment keresztül, amire úgy fogalmaztam, hogy példaértékű, és egyben példátlan is Tolnavár megyében. Hiszen mintegy 25 egyesülettel van a hivatásos tűzoltóparancsnokságnak együttműködési megállapodása, köztük Tevellel is. Ráadásul Tevelnek 2020 márciusától már egy kettes típusú együttműködési, második kategóriás együttműködési megállapodása, ami azt jelenti, hogy beavatkozó személyzettel is rendelkezik, több mint 26-an tette eddig már a szakfeladat ellátására 40 órás tűzoltó alaptanfolyami vizsgát és végzettséget szereztek, segíteni a hivatásos egységek munkáját. Ez borzasztó nagy teljesítmény, és nagy teljesítmény az, amit az eddigi pályázatokkal mind a tűzoltó élettér megteremtésére, lásd ez a helyiség, mind pedig a felszerelésük fejlesztésére, egyáltalán az egyesületi munkának a biztosítására fektettek. Az épületet a település önkormányzatától kapta az egyesület, a munkálatokat pedig egy helyi generál kivitelező végezte el. Két oldali a dolog nagyon, mert természetesen az önkormányzat számára nagyon fontos minden civil szervezet. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület viszont ugye egy olyan egyesület, ami a katasztrófa helyzetben is a település szolgálja. Úgyhogy nagyon fontos nekünk, hogy az egyesület az éljen, működjön, illetve fejlődjön folyamatában. Az erőnkhöz képest minden eszközzel, tehát anyagilag is, meg fizikális segítséggel, meg ugye, hogy ezt a iroda vagy épületrészt odaadtuk nekik használatra, természetesen ingyen is bérmentve. Ez az iparos házként van nyilvántartva a településünkön. Kívülről már meg lett újítva pár évvel ezelőtt, viszont ez itt a majdnem mondhatjuk falu központban, főút mellett helyezkedik el, és úgy gondoltuk, hogy egy méltó
egyesületnek vagy méltó cégnek adnánk oda, és a tűzoltó egyesületet szavazta meg a testület erre a célra. A szervezet tűzoltóinak további oktatására, a csapatépítésére, valamint az utánpótlás nevelésére is alkalmas lesz a tűzoltóház Tevelen.